Szép estét kívánok! Önök az esti közelképet a Debrecen Televízió közéleti műsorát látják. Hajdú-Bihar megye mind a 6 választókerületében, mint ahogy arról már korábban is beszámoltunk, a Fidesz-KDNP jelöltjei győztek az idei országgyűlési választásokon. A szavazásra jogosultak több mint 65%-a voksolt, ami azt jelenti, hogy 270.576 fő döntött a megyei képviselők mandátumáról. Debrecenen kívül a megyében 3 választókerületben mérették meg magukat a jelöltek. A 4-es számú egyéni választókerületben Vitányi István a szavazatok 62,55%-ával nyert, az 5-esben Bodó Sándor a szavazatok 61,52%-ával, míg a 6-os választókerületben Tiba István a szavazatok 58,96%-ával nyert. Mindhárom képviselő növelte támogatottságát a 4 évvel ezelőtti választási eredményekhez képest. Hogy mi volt ennek az oka, inkább titka, milyen tervekkel néznek az újabb ciklus elé, többek között erről kérdezem vendégeimet, mind a 3 képviselőt szeretettel köszöntöm a stúdióban. Isten hozta önöket! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Engedjék meg először, hogy szívből gratuláljak mindhármuknak. Köszönjük szépen! Győzelemhez, és főként annak tekintetében, hogy mind a 3 valóban jelentősen növelni tudták a támogatottságukat. Vitányi képviselő úr 1998 óta az országgyűlés tagja, és hát hogyha végignézzük az összes eredményt, hát ez a szinte a legmagasabb. Mi volt ennek a titka? Ez valóban így van, mert a 2018-ban 55%-ot értem el, most pedig 62,5%-os növekedés. Hát, ahogy mondani szoktuk, ennek az a titka, hogy ahogy befejeződik a választás, másnap kezdődik az új kampány, mi ezt komolyan is vettük. Tehát mi nem az utolsó 3 hónapban kampányoltunk, hanem 4 éven keresztül. Én úgy gondolom, hogy ez meghozta a gyümölcsét, ennek tudható be ez a kiváló eredmény, meg annak, hogy többek között 3 éve folyik a Magyar Vidékfejlesztési Program, ami az én választókörzetemet, hát hogy úgy mondjam, nagyon jól érinti, hiszen a 41 településből 36 tartozik úgymond hatály alá, tehát 36 település tudja igénybe venni azt a többletforrást, amit a Magyar Program biztosít, teljesen mértékben hazai forrást, úgyhogy ezek a fejlesztések, a mindennapi emberek közötti lét, úgy gondolom, hogy meghozták az eredményt, meg az a 24 év rutin, ami nem csak bennem, hanem a munkatársaimban is bennem, hiszen nagyon sokan a kezdet-kezdet óta dolgoznak velem, hősiesen küzdenek, és hát mind a 41 polgármester látja és tapasztalja, hogy ez a kormány jó irányban halad, és ezért mind a 41 polgármester támogatta és támogatja jelenleg is a kormánypolitikáját, és hát kis településeken tudva levő, hogy amit a polgármester mond, a polgármester irányítja a település dolgozóit, azt, vagy lakóit, azt tudomásul is veszik, és úgy is csinálják. Tehát ennek a közös, tényleg közös munkának az eredménye, és a fejlesztések eredménye az, hogy most jelentős mértékben sikerült növelni a szavazatok számát, és hát valljuk be, hogy szintén belejátszott ebbe az is, hogy az ellenzék hát nem éppen állt a helyzet magaslatán, hiszen mind a kommunikációban, mind a jelöltjeiben hát nem a legerősebbek voltak. Még egy példát azért egy számadatot, ha mondjak. Én a második helyzetet, az összefogás jelöltét 40%-kal sikerült legyőznöm, ami országban emlékeztetem a legmagasabb, és a ő második helye az országosan a legalacsonyabb számot kapta, tehát a leggyengébb második helyezett volt az országban, úgyhogy mindezek a tényezők játszottak közre ahhoz abban, hogy sikerült jelentős mértékben növelni a szavazatok számát. De én úgy gondolom, nem ez volt a lényeg, az volt a lényeg, hogy nyerjünk. Hogy nyerjünk, és folytassuk azt a munkát, amit elkezdtünk, és úgy látszik, hogy ez a mi szándékunk találkozott a választók szándékával, ezért szavaztak ilyen sokan ránk. Én abban nyugodt voltam, hogy a választókörzet nyerésre áll, hiszen végig dolgoztuk a elmúlt 4 évet, olyan ez, mint egy diák felkészül mindenből másnapra, és nyugodtan fekszik, mert tudja, hogy jól felkészült. Ami az országos ellen, csak egy mondat, az engem is meglepett, hogy ilyen jól sikerült, a győzelemben bíztam, a mértékét azt nem gondoltam, hogy ilyen nagy arányú lesz. Államtitkár úr, sokszor sokféleképpen beszélgettünk itt a stúdióban arról, hogy a foglalkoztatáspolitika hogyan befolyásolja az ország sorsát. Hát most ugye most nem az ország sorsáról, hanem az ön sorsáról döntött a választókerület. Hát ön is jelentős mértékben növelte a támogatottságát. Mi volt ott ennek a titka? Valóban így van, tényleg köszönet a támogató szavazatokért.
És hát én is azt tudom, amit képviselőtársam magyarázatként, indokként, valós okként meghatározni, hogy a közös munka tényleg így van, mind a 15 település, akár a választókeretünkben fejlődött, nem csak a település úgy önmagában, bár ez is látványos hozadék, hanem a kisebb-nagyobb cégek, a civil szervezetek, egyházi, alapítványi fenntartásban lévő intézmények. Szóval mindig megvolt az a terület, ahol éppen egy mozaikot hozzáraktunk. És ha a választók nyitott szemmel járnak, már pedig nyitott szemmel jártak, látták, hogy mi volt 4 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt, és látták ezeket a lépéseket. Tehát mi nem csak azt tettük, hogy mondtuk, hogy ezt vagy azt csináljuk, hanem ténylegesen meg is csináltuk. Nem ígérgettünk, ott voltunk közöttük, amikor alapkő kellett, amikor építkezés zajlott, amikor a következő tervek elkészültek, vagyis szerves részei voltunk egy-egy település életének. Én ebben a közvetlen kapcsolatban látom a sikertitkát, hiszen az nem működik, hogy valaki ejtőernyőzik ide valahonnan, és mondja a tutit, aztán utána 4 év múlva jön a következő, ezt nem fogadják el erre mifelénk. Itt együtt kell élni az emberekkel, ezt is tesszük, hiszen mindannyian az adott választókerületben lakunk, tényleg ismerjük az emberek gondját, baját. Amikor nem sikerül valami megoldást találni, akkor is ott vagyunk, valós problémákról tudunk beszélni. Szóval nem színészkedéssel töltöttük az időt, hanem tényleges munkával. Ennek megvannak az eredménye, hiszen valóban látható növekedés van. Én hiszem azért, hogy ez a munka, ez újabb inspirációt tud adni mindannyiunknak, úgy a településen élőknek, mint számunkra is. Eddig is jó volt a képviselőtársakkal a kapcsolat, hiszen azért most ugyan választókerületről beszélünk, de ez azért hát jogilag igen, de a valóságban nem olyan éles vonal, hiszen azért a települések közel vannak egymáshoz, a településen lakók másik településen dolgoznak, ismerik egymást, tehát nem olyan meredek ez a határ. Én annak örülök, hogy a településekkel is és képviselőtársainkkal is harmonikusan tudtunk együttműködni, és ennek van most az eredmény, ami látszik. Tibor 2002 óta az országgyűlésnek a tagja, és hát valóban a személyes jelenlét ennyire fontos, önöknél is ennyire fontos volt, hogy az ember ott van, dolgozik minden nap együtt, lélegzik szinte a településen élőkkel, ez hozta meg ezt az eredményt? Ahogy elmondták előttem szólók, mikor mindig szerencsés helyzetem van, legalábbis most itt a leosztásban, hogy a 6-os számú körzet vagyok, tehát mindig utoljára szólalok meg, a többiek elmondanak mindent, de egyébként okosabbat én sem tudok mondani. Valóban így van, hogy ahogy eltelt a választás napja 2018-ban, nyilván a következő naptól, vagy egy néhány nappal később elkezdődött a következő évi kampány. Hát szerintem ez a kulcs ennek az egésznek, hogy a képviselő az pont ugyanolyan ember, mint bárki a választókerületében. Semmiben nem vagyunk különbek. Talán azzal, hogy kiállunk, megméretjük magunkat, valami mellett letesszük a voksunkat egy világnézet mellett, vállaljuk azokat a negatív dolgokat, amiket ránk szólnak folyamatosan. Ezzel nem törődünk, hanem mindig azt nézzük, hogy azok az emberek, akik bíznak bennünk, ők azt várják el, hogy nap mint nap ott legyünk a településeken. Ha most megnézzük a 6 választókerületet, nekem annyival talán nehezebb volt a helyzetem, hogy az én ellenfelem egy regnáló polgármester volt, egy ellenzéki polgármester, ugye, ahogy Pista Vitányi képviselő úr elmondta, hogy neki mind a 41 polgármester támogatója volt, nekem a 10 településből 2 ellenzéki polgármesterem van, és ez 2 város, tehát nem 2 kis település, ugye Polgár és Balmazújváros. Tehát ebből a szempontból talán egy kicsit nehezebb volt, és ezért örülök különösen annak, hogy közel 10%-kal tudtam növelni a szavazati arányomat, és szavazatszámba is nagyjából egy olyan 6000-rel többet kaptam, ami azt jelenti, hogy az emberek értékelik. Tehát ez a siker, ez elsősorban azoknak a sikere, akik fogadókészek arra, hogy a képviselő ott van, segíteni szeretne, meghallgatja a problémát, és elfogadják azt is, hogy nem tudunk mindent megoldani, ezt soha nem is ígérjük. De ha valamit nem tudunk, azt is elmondjuk. Szerintem ez így tisztességes. És valóban nekem is nyilván a Magyar Falu program annál az 5 kis településnél nagyon sokat számított. A hajdúvárosok közül, ugye Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Hajdúdorog, ott kormánypárti polgármesterek vannak, velük kiválóan lehet együtt dolgozni. Tehát mind a 3 település jelentősen fejlődik. Hozzáteszem, hogy azért egy olyan sajátságos helyzet volt az én körzetemben, hogy egy ellenzéki település polgár, ugye a DK-s Tóth József fel polgármester úrral ugyanúgy fejlődött, mert ő a politikai nézetkülönbséget félretette, és tudta, hogy mind a kettőnknek az az érdeke, hogy a város fejlődjön. Egyetlen olyan település
kérdés volt, az Balmazújváros volt, ahol én is élek, ahol egy nagyon komoly visszafejlődés van, ami adódik abból, hogy egy óriási ellentét van a volt ellenfelem, ugye Hegedűs Péter, és köztem, hiszen ő nem hajlandó velem dolgozni. Én ezt tudomásul vettem, elfogadtam, és a választók megértették, mert hogy Balmazújvároson 2452 szavazattal kapott ki. Tehát azért egy magát valamire tartó polgármester, aki elgondolkodik ezen, azért azt mondja, hogy hát itt nagyon nagy probléma van, tehát elveszített a polgármester választáshoz képest közel 1700 szavazatot. Amit a választópolgárok azért hoztak így, azért döntöttek így, mert semmi nem történik a városban, visszafejlődik. Hát azért ez egy jelentős lépés. Na csak röviden, tényleg rövid kérdés, rövid válasz is az valamennyiüknek. Kezdjük erről akkor. Pont ezt akartam javasolni, hogy az előbb elhangzott, hogy ugye az egy bár nehéz nem vagyunk helyzet. Riválisok, tehát azért. Most akkor menjünk visszafele, hogy egyénenként kell megküzdeni minden választókerületben. De mennyire hangsúlyos az a kérdés, hogy a választópolgár, amikor bemegy és szavaz valaki mellett, vagy éppen a pártlistára, akkor azt a kormányzati munkát, ami a 4 évvel ezelőtt végigment, végben menő kormányzati munka volt, vagy pedig az egyéni képviselőnek le tudja választani a teljesítményét? Szerintem nem tudja leválasztani. A kettő együttműködik csak. Tehát bármilyen jó képviselőnk legyünk mi, vagy legalábbis legyek én most, hogy nem mondjam a többiek helyett el a gondolataimat, vagy a véleményüket. Anélkül a kormányzati támogatás nélkül, anélkül a kormányzati programok nélkül, azok nélkül a pályázati lehetőségek nélkül, amiket például a képviselő is említett, hogy a Magyar Falu program, ami eddig nem volt, vagy az év végén, amilyen támogatásokat kaptak a városok, hiába vagyunk mi jó képviselők, azért természetesen a lakosságnak az egy jogos igénye, hogy azon túl, hogy ott van a képviselő kedves, ott van az alapkőletételen, ott van az átadáson, ott van a problémáknál, meghallgat, el tudom mondani, de érezhető fejlődés legyen. Viszont a fejlődés sem pótolja kizárólagosan a személyes jelenlétet. Tehát igénylik az emberek, és szerintem ez az egészben, én mindig azt mondom, hogy ugye ez sokan csodálkoznak, hogy politikus, így vagyok politikus, úgy nem, én képviselő vagyok. Tehát a képviselőnek az a dolga, hogy az embereket képviselje, ott legyen. Soha nem is arra fektettem a hangsúlyt, hogy én a parlamentben rengeteget szerepeljek, mert abból a településemen nem fog semmi gyarapodni. Viszont, hogyha bármit el tudunk érni, bármit ki tudunk lobbizni, abból fog a település fejlődni, fognak az egyesületeink gyarapodni, a szervezeteink, és ennek van értelme. Ugye az államtitkárnak ebből a szempontból talán nem volt annyira könnyű dolga az elmúlt 4 évben, hiszen országos ügyeket is, és mellette figyelni a választókerületre, hogyan lehetett ezt összeegyeztetni? Ezek szerint helyes időbeosztással az eredmény ezt tükrözi, de világért sem akarok arcoskodni. Nyilván megvolt a munkarend, tehát a hét első napjaiban akkor Budapesten voltam, és természetesen nem csak a kollégáim is, és természetesen nem csak foglalkoztatáspolitikával foglalkoztunk, hanem a választókerület dolgaival. Mert megvoltak azok a kérdések, hogy mikor, melyik minisztériumba kellett elmenni, képviselni az itt élőket. És ez természetesen része volt a hét elejé munkanapoknak. Aztán csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, akkor pedig itt lenni a választók között, és hát így állt össze ez a mozaik. Nincs erre egyébként ilyen leírt receptúra, hogy ebből ennyit, 6 munkaórát itt, 2-t ott, ezt érezni kell, és aki benne van a rendszerben, azért a saját kárán is megtapasztalja, hogy talán most itt egy kicsit kevesebbet voltam ezen a településen, ide most gyakrabban kell menjek. Ezeket úgy érzi már az ember, hiszen ott van közöttük, jönnek a visszajelzések, és hát a mai világban én úgy tudom, sőt így is van, hogy mindannyiunkat nagyon egyszerűen el lehet érni, nyilvános az elérhetőségünk, elképesztő mennyiségű e-mail üzenet érkezik, van mikor csak egy megerősítés kérnek, van mikor azt mondják, hogy legyen már majd egy alkalom, amikor találkozzunk. Ügyes szervezéssel, és hát ezek szerint sikerült. Természetesen én nem vagyok azért elégedett, mert szerettem volna sokkal többet még a választók között lenni. Hát meglátjuk a következő időszak majd mit tartogat. Ugye a Vitányi képviselőről azt köztudott, hogy folyamatosan úton van, hiszen a legtöbb települése önnek van a választókeretben. Kicsi szétszabdalt, de nem az elmúlt 4 évről, mert az a baj, a műsoridőnk nagyon kevés, és tényleg képviselő meg folyamatosan úton van. Inkább most arról, hogy tervekről beszéljünk. Igen, de még visszatérve egy mondat erejéig, hogy a párt, illetőleg a kormány munkájának és a képviselő munkájának mennyiben köszönhető az elért eredmény. Általában azt mondják az okos emberek, hogy egy 5%-ot tud hozzátenni a képviselő, a többit pedig a kormány vagy a párt logója hozza.
kivételes esetek vannak, ahol mondjuk nagyon gyenge a képviselő, vagy nagyon jó a képviselő, de átlag a kettőnek együtt kell lenni, tehát a kormányzati tevékenység és a képviselő tevékenységgel. Hogy mik a tervek? Hát azok bőven vannak még ezek után is. Éppen a Naplótól jövök most, és azt mondtam, hogy most már tulajdonképpen a Magyar Falu Program a topos pályázat, a vidékfejlesztési pályázatokkal tulajdonképpen az alapokat megteremtettük. Tehát azokat az alapvető infrastruktúrális dolgokat, a utakat, a óvodákat, iskolákat, önkormányzatokat, egyházi intézményeket felújítottuk. Most már egy kis minőségi lépés, tehát most, hogy úgy mondjam, nem csak ezekre kell koncentrálni, hanem hogy jól is érezze magát a településelő, tehát a játszótereket, akár fürdőt, akár művedési lehetőséget. Tehát magyarul, hogy valóban az a szlogen érvényesüljön, hogy a vidék és a városi életformák között csak stílusbeli különbség van, minőségi nincs. Mi erre törekszünk, és én úgy látom, hogy a mi választóközletünkben már ott tartunk, hogy ezeket végezhetjük, hiszen mindenünk megvan bele egy hőfoga. Például most egy 2,5 milliárdos strandfejlesztés folyik. Terveink között szerepel, múltkor tartottam sajtótájékoztatót, a Bocskai vár felújítása, kész a felújítási program, szeretnénk egy tanoszonát Komáriba is létesíteni. Tehát az egészséges életmódhoz jutás, a kultúrához való hozzájutás. Ne kelljen messzire menni, ott helyben mindent megtalálni a választópolgár, érezze jól magát, ne kelljen elköltözni, gyereke oda jönjön vissza, tehát az oktatási lehetőséget is megteremteni. Most ott tartunk már, hogy egy minőségi fejlesztés, én úgy gondolom legalábbis az következik a mi falvaink életében is. Én nagyon büszke vagyok arra, amit a Magyar Program keretében elértünk. Mindenki minimum egy, de inkább két lépést tett előre. És hát tulajdonképpen ennek a programnak az a legfőbb erénye, hogy nem Budapesten egy sötét sarokba találják, hogy mit kell csinálni, hanem például kiírtam mind a 41 polgármesternek, állítsa elő sorrendbe, hogy azon a településen mit kellene. És akkor jött egy átlag, hogy például utakat kellene, legtöbb probléma, hogy utakat kell csinálni, vagy a közintézményeket felújítani. Tehát alul jövő kezdeményezés nagyon jó, és remélem, hogy jövőre legalább ennyi pénz, mint az idén 300 milliárd jutott ugye a Magyar Falura rendelkezésre fog állni, és én azt gondolom, hogy akkor 4 év múlva se lesz félnivalónk. Ha már az utak szóba kerültek képviselőterületén, már most elkezdődnek útfejlesztések, tehát ez már most jelen van, viszont a következő másfél évre is láttam egy tervet, listát, hogy igen jelentős útfejlesztések valósulnak meg majd önöknél is a választókerületben, ezen kívül utak mellett. Mi az, ami a legfontosabb és a prioritás? Az utak azok mindenek fölött, tehát ez teljesen egyértelmű, hogyha az infrastruktúrális fejlesztésekben azokban nincs megalkuvás. Ugye hát nyilván nekünk még az M4 egy elérendő cél, Püspökladány vonzás körzetében Hajdúszoboszló Debrecen között a 2x2 sávosítás, ezek nagyon nagy léptékű dolgok, és ezeket nyilván folytatni is kell alsóbb rendű utakkal, de valóban így van, valamennyiünk körzetében már most is zajlanak felújítások, útépítések. Én talán arra tenném a hangsúlyt a következő időszakban, hogy a gazdasági élénkítésben kellene még egy nagyot lépni, hiszen amennyiben ezek az infrastruktúrális fejlesztések megvannak, akkor azért már a kisebb-nagyobb cégek bátrabban néznek körül Hajdú-Bihar megyében, nem csak föltétlen mondjuk Debrecenben, vagy itt a közvetlen vonzás körzetben, hanem akár távolabb is, és reményeink szerint akkor ezeken a településeken a munkahelyteremtés, és hát akkor ebből adódóan mindenféle jövedelemtermelő képesség erősödni fog. Ez szerintem még erősíteni tudja a településeinket, hiszen valóban így van, ahogy a tisztelt képviselő kollégáim elmondták, hogy minőségi javulás az már látható, de ha még ezt hozzá tudnánk tenni, hogy helyben a munkahelyek száma is gyarapodna jócskán, akkor lenne igazán komfortos a történet. Természetesen nem akarunk és nem is tudunk Debrecentől elválni, közösségben gondolkodunk. A debreceni nagyberuházásnak a hatása az érinti a választókerületünket is, ez szemmel látható, már most érzékelhető, akár az ingatlanárokból, ingatlanvásárlásokból, településfejlesztési elképzelésekből. Szóval ezt még mindenképpen szeretnénk hozzátenni, hogy a gazdaság élénkítésben tudjunk egy nagyot lépni. Tibor képviselő úr, önök érzékelhető egyébként Debrecennek a közösségébe adódó, hogy itt van egy rendkívül élénk gazdaságfejlesztés. Hogyan látja a következő 4 évben ez
jelentkezhet önöknél, gondolok itt most Böszörményre, Balmazújvárosra, tehát ami közelebb van Debrecenhez, milyen hatással lehet? Borzasztó nagy baj lenne, hogyha nem jelentkezne, azért mi most egy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk a következő 4 évben, hiszen itt van a BMW beruházás, ugye, ami minden megye, minden településére kihatással van, hát de ne felejtsük el, hogy nálunk ott lesz a MotoGP beruházás. Tehát az én körzetem tulajdonképpen két óriási jelentőségű beruházás között helyezkedik el, és ebből adódóan ennek a választókerületnek a következő 4 évben nagyon-nagyon sokat kell profitálnia. Nyilván az egész régiónak, most a MotoGP-re gondolok, visszatérve a BMW-hez kapcsolódóan, mindenki tudja, hogy milyenek az ingatlanárak Debrecenben. Tehát maga a polgármester úr is, Papp László is elmondja, hogy az ingatlanárak szabnak gátat annak, hogy a fiatalok itt maradjanak. Viszont ezek a települések, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, de most már mondhatom Görbeházát is, tehát amik autópályán könnyen megközelíthetőek, élhető települések, minden lakossági ellátás, szolgáltatás megvan, ezek még mindig kedvező áron vannak, és nem véletlen, hogyha megnézzük ezeket a városokat, olyan lakásépítési boom van, aminek az az oka, hogy a debrecenibe szükséges munkaerőnek egy jó része itt dolgozik, de kiköltözik már a közelebb lévő településekre, mert sokkal élhetőbbek, és ahogy elmondta képviselő úr is, Vitányi képviselő úr is, nincs különbség már a két hely között, tehát csak a stílusában a vidéki élet is, annak ugyanazok az előnyei megvannak, sőt, sokan azt mondják, hogy előnyösebb, mint egy nagyvárosi lét. Úgyhogy én a következő 4 évet egy igen-igen jelentős fejlődést várok ebben a körzetben, de a régióban is hozzá kell tegyem. Hát én ehhez, mindehhez a munkához kívánok sok sikert, és jó erőt, és jó egészséget, és köszönöm még egyszer, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Eddig tartott ma az esti közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!